A Honvéd Kórházban ápolják a Burgundy repülőgép baleset sérültjeit. Az intézmény híradónkkal azt közölte, hogy a két súlyos sérültnek 8 napon túl gyógyuló, másod, illetve harmadfokú égési sérülései vannak. Az állapotuk jelenleg stabil. Közben tovább folyik a vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy miért zuhant le a kis repülő. Több néző is készített felvételt a mobiljával arról, ahogy az 50-es években gyártott T-28-as Trojan típusú amerikai katonai kisrepülő az Orsó nevű műrepülő figurából kiérve a földbe csapódik és azonnal berobban. Ezen a képen pedig már azt látni, hogy mi maradt a lezuhant gépből, amelyen tulajdonosa a Rózsavölgyi Vilmos és fia Árpád utaztak. Esélyük sem volt a túlélésre, pedig mindketten tapasztalt, szakmailag elismert pilótáknak számítottak. Igazi belevaló. Váji István, a Speedzone főszerkesztője a tragédia előtt egy nappal még találkozott Rózsavölgyi Vilmossal, aki, mint mondja, imádta ezt a repülőt és az utolsó csavarjáig ismerte. Drámainak nevezte, hogy előző nap még sikerrel mutatták be ugyanezt a manővert. Ezeket a fotókat pedig közvetlenül a tragédia előtt készítették. Minden gép máshogy viselkedik, ez egy alsószárnyas, nagy, nehéz, erős katonai gép volt, de ezer faktor közrejátszhat abban, hogy miért veszik el éppen a felhajtóerő. Nem tudjuk, hogy ez most egy meghibásodás miatt volt, vagy bármi miatt. Különösebben nem veszélyes manőver, de nyilván gyakorolni kell. Ilyen magasságban, meg aztán a legapróbb hiba is, mint látjuk, nem ad esélyt arra, hogy korrigálj. A balesetben 4 megsérültek, akikre majdhogy nem rázuhant a gép. Híradónk megkereste a Honvéd Kórházat, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 2 főt láttak el súlyos égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A Híradónknak nyilatkozó szakújságíró arról beszélt, hogy az ilyen jellegű légiparádékat egy nagyon komoly nemzetközi tudásbázis alapján szervezik. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy noha ezek több évtizedes tapasztalaton alapulnak, 100%-os biztonságot még a teljes körű betartása sem garantál. Értem ez alatt azt, hogyha egy repülővel történik valamilyen nem várt eset, akkor azért nagyon sok múlik annak az esetnek a kimenetelén, és itt azért a véletlenek összjátékát nem lehet mindig csak és kizárólag szervezési eszközökkel befolyásolni. Az ATV Reggel is Tart című műsorában nyilatkozó légiüzemeltetési igazságügyi szakértő azt hangsúlyozta, hogy minden repülőgép baleset kivizsgálásának megvan a protokollja. Minden egyes légibemutatót a légügyi hatóság egyedileg engedélyez, ahol a bemutató programja részletesen le van írva, kockázatelemzés előzi meg, alsó magassági határok elő vannak írva, és a végrehajtható figurák elő vannak írva. Tehát ezt elő kell venni, meg kell nézni, hogy ha az történt, akkor jó, ha nem, akkor nyilván repülőfegyelmezetlenségről beszélünk. Megszólalt a Burgundy légiparádét szervező egyesület is. Közleményükben azt írják, szeptember 10-e már örökre fekete betűkkel kerül be a szervezet és a város emlékkönyvébe. Az ukrajnai frontvonal déli és keleti szakaszán is előre nyomultak az ukrán csapatok. Délen közel vannak ahhoz, hogy átvágják az orosz megszállók logisztikai útvonalát. Harkiv megyéből haditudósítónk Olekszandr Kacsura jelentkezik. Köszöntöm az ATV nézőit. Jelenleg Harkiv megyében vagyok. Csak nem pontosan 1 évvel ezelőtt innen indult az ukrán ellentámadás, amely sikeresen ért véget azzal, hogy lényegében az egész megyében felszabadultak az orosz megszállás alatt álló területek. Ukrajna más területein a nyár elején indult az ellenoffenzíva. Délen, Robotine településnél az ukrán csapatoknak további 1,5 kilométert sikerült előre nyomulni a hétvégén. A legfontosabb céljuk az, hogy átvágják az autópályát és a vasútvonalat. Ezzel ugyanis összeomlik az oroszok utánpótlási útvonala. Donyeck megyében, Advijivka közelében az ukrán katonák kifeszítettek egy nagy ukrán zászlót, amelyet mindenki láthatott az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck városából. Az oroszok légvédelmi rakétákkal tüzelni kezdtek a lobogóra. Így azonban elárulták a pozícióikat, amit az ukrán katonák kihasználtak, és sikeres válaszcsapást mértek rájuk. A zászlót egyébként nem sikerült eltalálniuk. Vannak ukrán sikerek Andriivkában is. Ez a város most már lényegében átkerült a szürke zónába, vagyis a senki földjére az orosz megszállás alól.
Avdiivka közelében helyezkedik el az Opitne nevű település. Ennek ostromával az ukrán hadsereg egyre közeledik a megyeszékhelyhez, vagyis Donyeck városához. Itt Ukrajnában most mindenki nagyon reménykedik a további sikerekben, és hálás a partnereknek, akik fegyvereket adtak át. A mögöttem lévő felirat azt hirdeti, peremozsemo, vagyis győzni fogunk. Az ATV-t Alekszandr Kacsura tudósította. A híradónak nyilatkozó elemzők egyetértettek abban, hogy az ellenzéki pártok többsége alig profitált a Fidesz népszerűségvesztéséből. Politikai igazgatójával érkezett meg Köccsére szombaton Orbán Viktor, ahol a kiszivárgott információk szerint arról is beszélt, hogy a gazdasági nehézségek miatt csökkent a Fidesz népszerűsége, de nem olyan mértékben, mint más európai kormányzó pártoké. A kormánypárt népszerűségének csökkenését támasztja alá a Republikon párt referencia felmérése. Eszerint 5 hónap alatt a pártválasztók körében 6, a teljes népességen belül 4%-pontot veszített a Fidesz. Érdekes, hogy ebből a fideszes jelentős csökkenésből, ez sok százezer szavazó, ugye majdnem 7-800 ezer szavazó, amit elveszett a Fidesz, nem nagyon profitált az ellenzéki pártok mindegyike. A fideszes lemorzsolódásból leginkább a Mi Hazánk profitált. Ők a Momentumhoz hasonlóan a pártválasztók körében 10%-ot értek el, miközben 7%-on mérték a két farkú kutyapárt támogatottságát. Viszont az MSZP, az LMP, a Jobbik és a Párbeszéd be sem jutna a parlamentbe. A DK ugyan veszített népszerűségéből, de 17%-kal még mindig a legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt. Ez időnként 1-2%-kal változik, de így stabilizálódott. Ez egy középpárti lét, de nem látszik, hogy ennél többet föl tudna szívni a DK, és különösen ez nem látszik, hogy a bizonytalanok bármilyen módon is Gyurcsány pártjára fogékonyak lennének. A DK-nak a dominanciája az, ami a legnagyobb akadálya ennek a megújulásnak. A 21. század intézet elemzője szerint az ellenzéki szavazók hiába várják az ellenzéki megújulást, az ellenzék a jelenlegi gazdasági helyzetben sem erősödött. Az ellenzék ott tart, hogy 12 párt, 15 elnöke és 18 meghatározó politikusa próbálja a magyar közéletbe megtestesíteni, arcával megjeleníteni az ellenzéki politikát. Ez egy olyan történelmi töredezettség, ami a rendszerváltoztatás óta nem volt. Az ellenzéki megosztottság a Fidesz érdekeit szolgálja. Ezt már egy másik politikai elemző mondta, aki szerint érdemes lenne megnézni, hogy az újonnan alakult ellenzéki pártok honnan kapják a pénzüket. Nem volnék meglepődve azon, ha kiderülne, hogy bizonyos ellenzéki pártokat NER közeli üzletemberek finanszíroznának, mert ne felejtsük el, hogy ez a párttörvény értelmében jogszerű volna. Közben megjelent a Nézőpont intézet felmérése is. Ebben is tükröződik valamennyire a kormánypárt térvesztése. 51%-kal a Fidesz vezeti a versenyt, de a választók 5%-a már nem biztosan támogatná a legnagyobb pártot. Az ellenzéki oldalon a DK támogatottsága 10, a Mi Hazánké 9, a Momentumé és a Kétfarkú Kutyapárté 8%-os. Óvatosságra inti a helyieket a Nógrád és Pest vármegye határán lévő Diós Jenő polgármestere, mivel szerinte egyre gyakoribb, hogy általa migránsoknak nevezett személyeket szállító kisbuszok száguldoznak a településen. A helyiek közül többen is megerősítették, hogy valóban gyakran jelennek meg hátizsákos, de nem turistának kinéző emberek a környéken. A rendőrségi elfogások is arra utalnak, hogy a nyugat felé tartók közül egyre többen Szlovákián keresztül próbálnak továbbjutni Magyarországról. Diós Jenő polgármestere a település honlapján kérte a helyieket, hogy legyenek óvatosak, ha a Börzsöny felé veszik útjukat, mert tapasztalatai szerint éjszakánként a falu útjain menekülteket szállító kis buszok száguldoznak. Kerestük a polgármestert, aki nem kívánt nyilatkozni. A Diós Jenőiek közül azonban többen is kötélnek álltak. Vonulnak átfele, Szlovákia irányába, azt látjuk, de tulajdonképpen a embercsempészek, gondolom úgy, hogy kirakják őket, mivel úgy mondják nekik, hogy már lehet, hogy Szlovákiában vannak, és azért itt a környező helyeken kirakják, vagy embercsempészek, gondolom, hogy jön velük szembe egy autó, megijednek az embercsempészek, mondom, hogy lelék, ott hagyják a kocsiba, azt akkor lelépnek, mert a kocsik is vannak hagyva, szóval széjjel mindenhol. A tanyán, Diós Jenőn, a Tászán tanyán. Hányan lehettek, és milyen életkorú? 15. Férfiak voltak, mint.
Hát, ja, 30-35 éves lehettek. Elképzelhető, hogy a dél felől valahogy beszökő menekültek keresnek új útvonalat, hogy elkerülhessék Ausztriát, ahol mostanában sokkal szigorúbb az ellenőrzés. Az elmúlt hétvégén Nógrád vármegye több településen is intézkedtek munkatársaik olyan maguk a szír állampolgároknak való személyekkel szemben, akik jogszerű magyarországi tartózkodásokat nem tudták igazolni. Pont Parasapusztán 2023. szeptember 8-án kora délután a rendőrök 12, majd másnap délután 10 személlyel szemben intézkedtek, akik gyalogosan haladtak a szlovák-magyar államhatár irányába. A Szlovákia felé tartó illegális forgalom egyre élénkebb. Drétságon a NAV munkatársai találtak egy román kisbuszban 15 menekültet, Őrhalomnál a rendőrök 17 embert fogtak el, Diósjenőn 8 emberrel próbált elmenekülni egy autó, de árokba hajtott. Két óvodás megszökött az udvarról, majd a főúton autók és villamosok mellett hazagyalogolt egy pesterzsébeti óvodából. A két kisfiúnak nem lett baja, de a szülők felháborodtak. Az egyik érintett család szerint az óvoda a felelős. A kerület polgármestere vizsgálatot rendelt el. Elképzelhetetlen esemény történt a pesterzsébeti Gézengúz óvodában. Két óvodás kisfiú szökött ki az intézményből, majd hazasétáltak. Bár a gyerekeknek nem esett bajuk, Szabados Ákos, a 20. kerület polgármestere szerint elfogadhatatlan, ami történt, osztja a szülők felháborodását. Negyed óra, fél óra intervallum, amíg nem vették észre, hogy a két gyermek hiányzik, sajnos, és ezt követően sem abban a sorrendben tették meg a megfelelő lépéseket, ami elvárható lett volna, hanem ők maguk ilyen kis brigádokat szervezve kezdték a környéket bejárni, ahelyett, hogy rögtön lejelentették volna. A polgármester elmondta, az eset rávilágít, hogy az intézmények szabályzata nem megfelelő az ilyen krízis helyzetekre, azt meg kell változtatni. A kerület vezetője további részletekkel is szolgált. A kerítés közelében lévő fát használták fel arra, hogy a kerítésre felmászva és onnan áthuppanva szomszédos bölcsöde udvarára jussanak ki. A nézők mögöttem láthatják azt a kaput, amin keresztül a két kisgyermek kijutott arra az útszakaszra, ahol nem csak autók, hanem villamosok is járnak. De hála Istennek a két kisgyermeknek semmi baja nem esett. Az egyik gyerek családjától úgy tudjuk, az ominózus délelőtt arra lettek figyelmesek, hogy valaki benyitott a házukba. Emiatt először azt hitték, betörtek hozzájuk. Ezért egyből értesítették a rendőrséget. Csak ezután derült ki, hogy a saját óvodás fiúk érkezett haza a barátjával. A család elmondta, a rendőrség tőlük szerzett tudomást a szökésről, az óvodától nem. A pesterzsébeti Fidesz vezetője szeretne tisztán látni a történtekkel kapcsolatban. Nekem nem állnak össze az időpontok, azzal sem, hogy a szülő mit írt, azzal sem, hogy az óvoda dolgozói mit írtak. Butz Horváth Gabriella azt szorgalmazza, hogy minden óvodát vizsgáljanak meg a kerületben, hogy megtalálják és kijavítsák azokat a hibákat, amik lehetőséget adnak egy ilyen szökésre. Egy beszoktatási időről beszélek, és a legnagyobb kérdője számomra, hogy volt egyedül a pedagógia asszisztens egy udvaron, amikor a beszoktatási időben mindenki a gyerekekkel és az udvaron szokott lenni. Az óvodapedagógiai egyesület elnöke híradónknak azt mondta, a korábbi törvény szerint az óvodapedagógusnak kellett a gyerekekkel lennie teljes időben. Magyarországon azonban óvodapedagógus hiány van. Felülírták a köznevelési törvénynek ezt a passzusát, és lehetővé tették, hogy szakképzetlenek, azaz pedagógiai asszisztensek és dajkák is lehessenek a gyerekekkel. Fábián Katalin hozzátette, nem erről az esetről beszél, hanem egy jelenségről. A 20. kerület polgármestere csütörtökre rendkívüli testületi ülést hívott össze. Nem mond le posztjáról Zádori János pécsvárad polgármestere. Két hete emeltek vádat ellene, gazdasági csalás büntette miatt, ezért követeli tőle egy helyi képviselő, hogy fejezze be a polgármesteri munkát. Zádori János azonban lemondás helyett népszavazást tartana a kérdésben. A legutóbbi közgyűlésen a gazdasági csalással vádolt polgármester lemondását követelte a pécsváradi képviselőtestület egyik tagja, azonban a településvezető kijelentette, nem érzi magát bűnösnek az ellene felhozott vádpontokban, így nem is óhajt lemondani posztjáról. Kerestük azt az önkormányzati képviselőt, aki Zádori Jánost lemondásra szólította fel, azonban most nem kívánt stábunknak nyilatkozni. A polgármester viszont megelégelte az őt ért támadásokat, úgyhogy úgy döntött, hogy
saját költségen népszavazást ír ki a városban, és arra lenne kíváncsi, hogy a lakók mit gondolnak, maradjon polgármester, vagy mondjon le. A polgármester tudja, hogy kijelentette fel, de megnevezni nem akarta. Zádori János szerint egy sértődött ember bosszú hadjáratot indított ellene. Én úgy gondolom, hogy jelen helyzetben, mivel a képviselőtestület azon része, aki erre célzást tett a feljelentőmnek a kiszolgálója, én úgy gondolom, hogy akkor a legfőbb szervhez kell fordulni, és a lakosságot kell megkérdezni, akik nagy számba megkerestek, és mindenki arról bátorított, hogy mellettem vannak, és fel ne adjam ezt a harcot, ezt meg kell vívni. A közigazgatási jogász szerint a polgármester nem írhatna ki népszavazást ebben az ügyben, maximum egy teljes körű közvéleménykutatást végezhet a kisvárosban. Helyi népszavazást a képviselőtestület ír ki, a polgármester legfeljebb ezt kezdeményezheti, de ő egy személyben erről biztosan nem dönthet. A másik fontos szabály, hogy a képviselőtestület a saját hatáskörébe tartozó ügyben írhat ki helyi népszavazást, az pedig, hogy egy polgármester lemond-e vagy nem, ez alkati felfogásbeli kérdés, nem a testület hatásköre, úgyhogy ebben az ügyben biztosan nem lehet kiírni helyi népszavazást. Stábunk 200 embert kérdezett meg a településen, hogy szerintük le kellene mondania a polgármesternek, de a nagy többség kitart Zádori János mellett. Nőiességében alázta meg férje Borkainé Havasi Mirtilt, mondta a korábbi győri polgármester felesége a Heti Napló stábjának. Borkai Zsolt neje Svábi Andrásnak adott exkluzív interjút, amelyben nyíltan beszélt sokakat foglalkoztató kérdésekről. Például arról, hogy mit érzett a szexbotrány kirobbanása után, amikor emberek közé kellett mennie. A teljes interjút a Heti Napló vasárnap este 7-kor kezdődő adásában láthatják majd. Amik az évek alatt felgyülemlettek bennem, a lelkemet bántották, azt most szavakba foglalhatom és elmondhatom. Exkluzív interjút adott Borkai Zsolt felesége a Heti Naplónak. Borkainé Havasi Mirtil Svábi Andrásnak beszélt a többi közt arról, hogyan érezte magát akkor, amikor nyilvánosságra kerültek férjéről az Adriai Jakton a szexparti közben készült felvételek 2019 őszén. Nagyon megalázott. Egy nőt a nőiességében megalázni, ez a férfiak részéről a legcsúnyább dolog. Havasi Mirtil azt mondta, egy darabig úgy érezte, hogy gyűlöli a férjét, és az egyik első gondolata az volt, hogy elhagyja. Mindezek ellenére úgy érzi, hogy nagyon szereti Borkai Zsoltot, akinek azóta meg is bocsátott, a felvételeket pedig azóta sem nézte meg, és nem is fogja. A nyilvánosságot viszont nehezen viselte. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon szégyeltem magam. Az emberek előtt legszívesebben elmentem volna, elbújtam volna egy barlangba. Havasi Mirtil beszélt arról is, hogy mindketten meg akarták menteni házasságukat a botrány kirobbanása után. Éppen a felvételek megjelenését néhány hónappal követően segítségért folyamodtak egy régi ismerősükhöz, Várcegi Asztrik egykori pannonhalmi főapáthoz, aki egyébként összeadta őket 1989-ben. Az első utunk a botrány kitörése után ő hozzá vezetett, akkor már nyugalmazott főapát volt, és kértünk hozzá egy időpontot, hogy elmehessünk, és egy kicsit beszélgethessünk vele. Havasi Mirtil azt mondta, sok erőt adott neki ez a fajta segítség. Hogy hogyan tudta meg a felvételek nyilvánosságra kerülését, milyen konfliktuson mentek keresztül Borkai Zsolttal, illetve hogy támogatja a férje indulását a győri polgármesteri posztra, azt megtudhatják a vasárnap 19 órakor kezdődő, még hosszabb tartalommal készülő Heti Napló Svábi András adásából. Kiterjeszti a személyi jövedelemadó mentességet a kormány a 3 gyerekes anyákra, jelentette be Orbán Viktor az 5. demográfiai csúcson Budapesten. A miniszterelnök szerint a liberális elit mindenféle sületlenséggel és képtelenséggel van elfoglalva, ahelyett, hogy a kontinens demográfiai jövőjével foglalkozna. A kormányfő úgy látja, félre kell tolni a progresszív liberálisokat. 3-szoros édesanya vagyok, 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban szültem. Családellenes időket éltünk. Akkor történelmi mélyponton volt a gyermekvállalási kedv, úgy tűnt a családok lemondanak a jövőről, de nem hagyták magukat, szabadságharcosokká váltak, jelentette ki Novák Katalin az 5. demográfiai csúcs találkozón Budapesten. A köztársasági elnök szerint a szabadságharc nem volt hiába, hiszen 10 év alatt megduplázódott a házasságkötések száma. Az abortuszoké a felére csökkent, és Európában Magyarországon nőtt a leginkább a gyermekvállalási kedv. Novák Katalin ismertette a magyar családok, ahogy fogalmazott, szabadságharcának 12 pontját. Aki kislánynak született, nőhessen fel lányként, aki kisfiúnak, fiúként.
családpárti döntéshozókat, ne lázítsanak a családok ellen. A családpártiság legyen nemzeti minimum. Magyarország a családok leghangosabb szószólója, hiába támadják a liberálisok. Erről már Orbán Viktor beszélt. A nyugati elitek gondolkodása kéz agyrém. Ráadásul a kommunista emlékeink miatt egy dezsavű. A miniszterelnök szerint az Európát vezető liberális elit mindenféle sületlenségekkel van elfoglalva, ahelyett, hogy a kontinens demográfiai jövőjével foglalkozna. A kormányfő kitért arra is, hogy az európai parlamenti választásokra minden adott lesz, hogy egy átkaroló hadművelettel a maguk javára fordítsák az erőviszonyokat. Nincs esélyünk arra, hogy a jelenlegi progresszív liberális eliteket jobb belátásra bírjuk és meggyőzzük. Semmi esélyünk. Egyszerűen félre kell őket tolni. A posztliberális kor, amire várunk, amely majd fölváltja a jelenlegi progresszív liberális korszakot, nem jön el magától. Azt meg kell csinálni valakinek. És ki fogja azt megcsinálni, ha nem éppen mi. A kormányfő azt is bejelentette, hogy kiterjesztik a személyi jövedelemadómentességet a 3 gyermekes anyákra is. Igaz, azt nem mondta meg, hogy pontosan mikor. Várom a pillanatot, amikor a pénzügyminiszter ellankad. Beszédet mondott az olasz miniszterelnök is, akit egyfajta díszvendégként kezeltek. Kiemelte, nem ért egyet azokkal, akik a nyugatot sújtó demográfiai válság megoldását a menekültek befogadásában látják. Giorgia Meloni dicsérte a magyar kormány családpolitikáját. Magyarország példája bemutathatja nekünk, hogy változhatnak a dolgok, ha akarjuk. Hogy ezek változzanak, ehhez akaratra és bátorságra van szükségünk, hogy meghozzuk a helyes intézkedéseket és az ezekhez szükséges mértékű befektetéseket. Az olasz kormányfő szóba hozta az 1956-os magyar szabadságharcot, ami után az oroszok megpróbálták átírni a történelmet. Meloni szerint nem szabad hagyni, hogy most ezt Ukrajnával is megtegyék. Oroszország és Észak-Korea katonai együttműködése súlyosan sérti az ENSZ vonatkozó szankcióit. Erről beszéltek amerikai és dél-koreai kormányzati tisztviselők Szöulban. A két fél arról tárgyalt, miként akadályozható meg, hogy Moszkva támogatást nyújtson az észak-koreai atomprogramhoz, fennyen pedig az oroszok ukrajnai háborújához. Orosz rakéta pusztított el egy malmot és egy gabonatárolót ennek az ukrán gazdának a földjén Zaporizsia megyében. Oroszország nyáron mondta fel a gabona exportról szóló megállapodást, és azóta többször intézett támadást ukrán gabonatárolók vagy kikötők ellen. Úgy tudom, egy Iskander rakéta körülbelül 15 millió dollárba kerül. Nekem 100 ezer dolláros kárt okoztak vele. Nem tudom, mi lehetett ezzel az oroszok célja, mondta a 67 éves férfi. Ukrajna szerint a veszély ellenére egy teherhajó hagyta el az odesszai kikötőt. Közben az oroszok újra megnyitották az annektált Krím-félszigetre vezető Kercsi híd egy részét, amelyet nyáron újabb találat ért. A támadásban meghalt egy orosz pár és a lányuk. A lezárás miatt sokat álltunk a kocsi sorban, de mostantól nem lesz gond. Korábban én is részt vettem a híd építésében. Amikor először érte találat, nagyon aggódtam, mondta ez a férfi. Belarusban műholdképek szerint felszámolják az orosz Wagner csoport egyik táborát. Az országelnökét Szocsiban fogadta Vlagyimir Putyin, akit arról is kérdeztek, kérte harcosokat Észak-Koreától, amikor a napokban az ország diktátorával Kim Jong-unnal találkozott. Ez teljes nonsens. Pár napja azt mondtam, hogy 270 ezer honfitársunk szerződött le a Védelmi Minisztériummal, de a mai frissebb adat már 300 ezer fő. Ennyien készek feláldozni életüket a hazájuk érdekeiért, mondta az orosz elnök. Putyin hozzátette, hogy Oroszország semmilyen Észak-Korea elleni szankciót nem szeg meg. Nyugati források szerint viszont Moszkva orosz rakétatechnológiát oszthat meg fennyen a fegyverekért és lőszerekért cserébe. A Kreml tagadja, hogy Putyin és Kim Jong-un között bármilyen megállapodás született. Közben az észak-koreai vezető egy vadászgépeket és egyéb repülőket gyártó üzembe látogatott az orosz távol-keleten. Belebukott a becsületkasszás rendszerbe egy bátaszéki gazda. Eleinte jól ment az üzlet, de végül ellene fordultak a helyiek. Egy újságcikkben ugyanis az jelent meg, hogy szóvá tette, hogy üres a kassza, miközben eltűnnek a zöldségek. Ezután senki nem mert tőle vásárolni. A termelő viszont azt állítja, nem foglalkozott azzal, mennyi van a kasszában.
Gondoltam, hogy ne vesszen kárba, ne kelljen eldobálni, csinálunk egy ilyen kasszát, egy ilyen önkiszolgáló kasszát. Komonyi György több mint 60 féle zöldséget termeszt a gyümölcsfái között, ezekkel nem akart a piacra menni, ezért találta ki nyugati minta alapján a becsületkasszás értékesítést. Azt mondta, hogy eleinte minden jól ment. Pénz is volt a kasszában, a termények is fogytak. Nem sokkal az indulás után azonban a helyi újságban hamis hírek jelentek meg a becsületkasszáról. Mit mondott itt a szomszédok közül, hogy ő látta, hogy nem, valaki nem fizetett, ezt nekem is így visszamondták, és ez úgy elterjedt, és azóta itt nem jönnek, még a rendszeres sétálók se jönnek erre, nehogy meglegyenek gyanúsítva, hogy ők nem fizettek. Mert ugye a újságíró azt írta, hogy eleinte ment, aztán nem fizetett senki, és be kellett zárni. Hát nem azért zártam be. A gazda azt mondta, a cikk miatt nem mertek a becsületkassza közelébe menni az emberek, ezért inkább a megtermelt zöldségeket elajándékozza. A helyiek is azt állítják, a legtöbben fizettek a becsületkasszánál. Hát szerintem a legtöbbje igen. Kifizeti, én azt hiszem. Ezt tudom mondani. A kisvárosban azonban sokan elhitték az újságban megjelent állításokat, hiába hangoztatta a gazda, hogy jól működik a becsületkassza. Ha biztos jó ötlet, ha úgy, ha elmentsz boltba, gyümölcs, minden drága. Ha ő annak a feléért árult, és az emberek nem fizették ki, ez már nem becsületesek az emberek. A becsület kasszás termelő hangsúlyozta, amíg működött az árusítás, addig esténként ürítette ki a kasszát. Hozzátette, sosem nézte, hogy az összegyűlt pénz arányban van-e az elfogyott áru mennyiségével, de nagyjából mindig rendben levőnek találta az összeget.